A sok nehézség és szomorúság után új élményeket és barátságokat jelent az ukrán gyerekeknek a Fonyódligeti Erzsébet tábor. Ez az asszony és a lánya már a háború február végi kitörése után nem sokkal elhagyta szülővárosát. Olena azóta már egy budapesti iskolában tanít, nyáron pedig a táborokban segít a tolmácsolásban. Nagyon hálások vagyunk Magyarországnak, a magyar embereknek, mindenkinek, ahogyan fogadtak bennünket, és új otthonra lelhettünk itt Magyarországon. A gyerekek csütörtökön közös imádságon vettek részt, és minden táborlakó átvehetett egy ukrán nyelvű mesekönyvet is. Az országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója köszönetet mondott a magyar kormánynak és az Erzsébet tábor szervezőinek, hogy lehetővé tették a gyerekeknek, hogy a szülőföldjükön uralkodó pokolból kilépjenek és életre szóló élmény szerezzenek. Kapnak egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk egy hétig táborozzanak, és minden ellátást megkapjanak, és az ő nyelvüket beszélő gyerekek között lehessenek, és új barátságok köttessenek. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a magyar kormánynak ezt a lehetőséget, illetve az Erzsébet tábor vezetőségének is, hogy ezek a gyerekek itt táborozhatnak, és itt feltöltődhetnek egy kicsit. Soltész Miklós államtitkár elmondta, az elmúlt hónapokban több mint 1200 Ukrajnából érkezett gyereket táboroztattak a karitatív szervezetekkel közösen, szerte Magyarországon. Fonyódligeten 300-an nyaralnak a héten. Egy olyan országban kapnak segítséget, ahol békesség van, ahol a mi egyértelmű döntésünk az volt, hogy a háborúnak akkor lesz hamarabb vége, hogyha nem fegyvert szállítunk, ha nem katonákat szállítunk, hanem a békességet próbáljuk erősíteni. Soltész Miklós hozzátette, már meghaladta a 890 ezret a Magyarországra Ukrajnából érkezettek száma. Közülük csak nem 730 ezeren váltottak szolidaritási jegyet, amellyel ingyenes vasúti utazást vehettek igénybe Magyarországon.